Az én mesém egy igen keveskével hosszabb lesz, de rövidebb lesz, mint az eredete. A mese Szent László legendájáról szól, ahol annak idejéből, amikor ő állítólag Moldovában jött, hogy megkeresse az elveszett leányt. A legenda úgy kezdődik, hogy a Bogdánfalva hegycsúcsán momáig látszódik az a két térgy, amelyik Szent Lászlónak a térdje, a lovának a térdjeiből ered, hisz a hegy tetején látszik a letérgyelt lónak a nyomai, valami olyan 15 km távolsága szerettől. Állítólag a ló 15 km-et kellett lenyúljon, hogy a szeretből tudjon innyani. Így ám elképzelhetjük, hogy milyen hatalmas király lehetett ez a király, hogy amikor a kardját kivette, akkor ő egy jó nagy víz árokot húzott le szépen Bogdánfalváról, Nagypatakra, Nagypataki temető előtt, ahol van a 400 éves templomunk, bement szépen a szeretig. A szeret mélységében ma is látszik, ahogy a víz átszöki ezt a kardnyomát. És azt mondják, hogy a Szent László akármennyit is kereste a leány, nem találta meg, és ebben feltételezte, hogy bizonyára ez a lány valahol lehet. Milyen vigyázkodott, de nem látott csak egy nyárfát, amelyik ki volt, féligre úgy zöld levéllel, vagy sárgával áldogált a gödör szádán. Erre azt mondják, hogy a király csak oda közeledett egy kicsit a fához, és megkapta a lány, ám elvette, hogy hazahozza Magyarországot. Sokat mulatott és telt az idő ott Moldovába, hát nem tudott ugye megérkezni húshagyatra. Ezért megkérte a pápát, hogy őszentsége, kérem szépen, én a kunokot levertem, a lányt megkaptam, hát engedje meg egyek énes húst. És azután van húshagyat két nappal későbben a világon, mert Szent Lászlónak megengedte a pápa. Köszönjük szépen, itt a vége. Azért küldöm le a menyecskéket a színpadról, hogy esetleg hátul nem hallják, amit mondok. Tehát egy rövid bemutatásról bemutatom az ősi csángó népviseletet. Kétfajta kalap volt, az egyik Benke Polinak a fején van, amelyik ott van az hátulsó széken, az a magyaros kalap, és ez a székelyes csángó kalap. A székelyes csángó kalapot elsősorban Lükő Gábor többször is lerajzolta, de a Fischer nevezetű fényképész le is fényképezte. Rajtam van a keptár, amelyik képeket tárol. A keptár alatt látható az öv és a kimér. Ugye az is kiméri a derekát az embernek. Ma is, hogy mi van rajta és milyen képek vannak, arról nem beszélek, de hogy miért van hosszú az ing? Hát kérem szépen, az ing azért hosszú, mert nálunk a csángóknál nem kagyákat hordozunk, hanem harisnyát. Nem is tudjuk, mi a csángók vagy a harisnya, hanem úgy mondjuk, hogy feneketlen kagya. Végül is azért van hosszú, hogy mi a mesékből ne kelljen letoljuk a gagyát, hogy meglássék azt a hosszúság, mint az előző mesébe. Köszönöm szépen!